Önök a Dunaföldvár Televízió november 19-i adását látják. Jó estét kívánok! A ma esti Földvár mozaik témái a következők lesznek. Az idei esztendőben megtréfálta az időjárás a Márton nap rendezőit. A rossz idő ellenére a borádás a szokásoknak megfelelően lezajlott a Rókuskápolnál a borlovagrend közreműködésével. Ugye mi hirdettünk kézműves foglalkozást, a sátor alatt volt, tehát igazság szerint ugye a nagy probléma ezzel nem volt. A Hová bújták Márton kalandjátékot egy idő után az eső miatt fel kellett függesszük, hiszen ott az állomások ugye szabad ég alatt vannak, és hát nem sok értem volt, hogy áztassuk ott a gyerekeket, akik magukat az állomásokat csinálták. Dr. Négyesi Lajos hadtörténész lesz a Népszerű Tudomány következő előadója. Az isonzó front, ami ugye az első világháború számunkra meghatározó frontvonala volt, 1915 és 17 között zajlottak itt a csaták. Az olaszok indítottak támadást, hogy az isonzó folyót átlépve majd ketté váljanak is Karintia és Isztria irányában területeket szerezzenek. Solton tart jubileumi koncertet Szávolovics Gabriella. Innen indultam el, úgy gondoltam, hogy ide is megyek vissza, tehát a 10 éves műsort itt szeretném megoldani. Meg hát úgy gondolom, hogy Dunaföldvárhoz tényleg nincs is messze. Tehát így a soltiaknak is, meg akkor a dunaföldváriaknak is lehetőségük lesz, hogy részt vegyenek ebben a műsorban. Újabb rendezvényekkel folytatódik a Láthatatlan kötelék előadássorozat. Megszólítottak az irgalmas nővérek, nekik a Templom utca 32-ben működött az iskolájuk, és hát ott tevékenykedtek, és hát a dunaföldváriak még az idősebbek közül emlékezhetnek rá, vagy legalábbis úgy, hogy szülők, nagyszülők meséltek róluk. Nálunk a családban mindig úgy emlegették őket, hogy a kedves nővérek, és hát voltak dunaföldvári nővérek is közöttük, akik közül néhányan itt is vannak eltemetve Dunaföldváron. A hétvégén Majos csapatát fogadták labdarúgóink. Az első fél időben lefolytattuk, mindjárt az elején kaptunk egy gólt, 2-1 volt aztán ide, utána 3-2 mentünk be, benne az öltözőben átrendeztük a fejeket, a sorokat, megbeszéltük, mit kéne tenni a másik fél időben. Nem sikerült. Úgy gondolom, hogy gyengén futballoztunk, tehát az ellenfél most ugott 5 gólt. Aki látta a meccset, az gondolom egyetért velem, hogy bőrlegszínbe illő gólok voltak sajnos. Az idei esztendőben sem maradt el a Rókuspincéknél megrendezett Márton nap. Pataki Dezsővel beszélgetek, a Művelődési Központ igazgatójával, a Márton nap főszervezőjével. Az idei, az miben különbözött a többitől? Sikeres volt-e, s a helyszín a régi volt-e? Igen, a helyszín a régi volt, tulajdonképpen sikeresnek is lehet nevezni, hogy miben különbözött, abban, hogy ilyen még nem volt, hogy esett az eső. Olyan már volt, hogy esett az eső, és minden elmaradt, hiszen akkor már előre láttuk, hogy ezzel probléma lesz. Olyan is volt, hogy gyönyörű szép idő volt novembert meghazottoló például tavaly, de olyan még nem volt, hogy elkezdtük a rendezvényt, és aztán közben elkezdett szemerkélni, aztán egyrőben esni, aztán vártuk, hogy vagy alá, vagy nem, aztán nem állt el, és aztán végül is úgy volt, ahogy volt, hogy esőben. Tulajdonképpen minden meghirdetett program lezajlott az eső ellenére, kivéve a nap végén a lampionos felvonulás, mert hát annak már sok értelme nem lett volna. A szagató zenekar is becsülettel húzta a sátor alatt, ameddig húzhatta. Ugye ott azért drága technikák, drága hangszerek vannak, tehát egy bizonyos idő után ők is azt mondták, hogy most már azért ennél tovább nem tudják. De mondom még egyszer, a rossz idő ellenére a borádás a szokásoknak megfelelően lezajlott a Rókuskápolnál a borlovagrend közreműködésével. Ugye mi hirdettünk kézműves foglalkozást, a sátor alatt volt, tehát igazság szerint ugye a nagy probléma ezzel nem volt. Hová bújták Márton kalandjátékot egy idő után az eső miatt fel kellett függesszük, hiszen ott az állomások ugye szabad ég alatt vannak, és hát nem sok értem volt, hogy áztassuk ott a gyerekeket, akik magukat az állomásokat csinálták. Illetve hát a kertbarátok kínálgatása az természetesen zajlott, ahogy annak lenni kell. A koncertet mondtam, az ameddig tudták, addig húzták. Ugye egy nagy dilemma volt, hogy mi csináljunk a liba futtatással, de miután megérkeztek a versenyzők is, és a futtatóik is, így úgy voltunk vele, hogy hát, ha már ők itt vannak, és ha esik is, azért csináljuk, úgyhogy végül is ez is lezajlott.
Kicsit álljunk meg itt a liba futtatásnál. Egy ilyen akció a liba számára mennyire újdonság, edzik-e rá a gazdák a libát? Lehet erről valamit tudni? Azt nem hinném, hogy edzik a gazdák. Minden esetre minden évben vannak visszatérő gazdák, akik hozzák az állatokat, úgyhogy azt hiszem, hogy túlzottan nagy probléma ezzel nincsen. Viszont ha már visszatértünk a libafuttatásra, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy kapott kritikákat ez a programpont, és jogos kritikákat egyébként, hiszen volt egy-két olyan versenyző, aki nem megfelelő módon, tehát nem az általunk kérteknek megfelelően bánt az állattal, és az azt hiszem, hogy semmiképpen nem vett jó fényt sem a rendezvényre, sem pedig magára erre a program részre, hiszen mi ezt, amikor kitaláltuk, semmiképpen sem azért találtuk ki, hogy bárki is hogy azt mondhassa rólunk, hogy mi állatkínzók és egyebek vagyunk. Ez egy nagyon tréfás, bohókás és semmiképpen sem vérremenő versenynek indult, és erre mi mindig fel is hívjuk a figyelmet az elején, szülőknek is, gyerekeknek is mondjuk. Én szoktam levezetni magát az eseményt, én is mindig elmondom, hogy kíméletesen bánjunk az állatokkal, és még véletlenül se bántsuk őket, és kaptunk idén kritikát, ugye nem mi, hanem ugye az, aki láthatóan ezt nem tartotta be. Mi úgy voltunk vele, hogy lehet, hogy mondjam, drasztikusabban kellett volna fellépnünk a helyszínen, de nem akartuk se a gyereket, se az egészet annak kitenni, hogy mondjuk ez így ne süljön ki jól. De mi is láttuk, és mondom még egyszer, mi mindent megteszünk azért, hogy ez ne így legyen, de a jövőben azt gondolom, hogy erre még nagyobb figyelmet kell fordítanunk. Lehet, hogy túlságosan komolyan veszik azt, hogy ez egy verseny? Igen, mindenképpen ez a baj, és pedig mi próbáljuk azt kommunikálni, hogy ez ne így legyen, de hát hiába a versenyszellem azért mindenkiben benne van, illetve sok mindenkiben benne van. Most én tényleg nem tudom, hogy a szülőnek fontosabb-e, vagy a gyereknek, hogy most itt mindenáron a győzelemre menjen a dolog, de valószínű, hogyha ez továbbra is így lesz, akkor azért ezt át kell gondolni, tehát annak így nincs értelme. Úgy van értelme, hogyha ez egy tréfás bohóság, és semmiképpen se arról szól, hogy itt mondjuk másnak is szemet szóróan kirívó dolgok történjenek, úgyhogy ő nem is volt annyira vészes, de azért mindenképpen érdemes róla beszélni, mert tényleg szóvá tették többen is, mi is láttuk, igyekezni fogunk, hogy ez ne legyen probléma a jövőben. Itt egyébként díjazás zajlik? Minimális, tehát természetesen a Foltvaró Klub jóvoltából minden évben nagyon szép díjak vannak, hiszen ők varnak saját kezüleg kislibákat, amit minden versenyző kap, és egy nagyobbat pedig a győztes. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy nem tudom, milyen nagy pénzdíjak lennének. Egész egyszerűen elviszi a társaságot szerintem ez a nagyon bekódolt versenyhelyzet, ezt kéne valahogy ebből kiírtani. Ez mennyire Dunaföldvári unikum, az ország más táján is rendeznek ilyen libafuttatást? Én nem tudok róla, és érdekes módon egyébként ezt minden mártonapi rendezvényen el szoktam mondani, pláne én összefoglalókban ilyesmi, vagy mikor ezt mi kitaláltuk. Tehát egyáltalán az, hogy ott legyen a mártonap a rókus pincék között, az egy jó ötlet volt, mert egy nagyon kellemes, barátságos helyszín, és nem is akarjuk nagyobbra növeszteni a rendezvényt, és amikor kitaláltuk ezt, hogy legyen ez a libafuttatás, ez egy jó pofa dolog, akkor nem gondoltuk volna, hogy ez lesz a gyakorlatilag a legnépszerűbb eleme ennek a rendezvénynek, és ezért is lenne jó megtartani, de olyan keretek között, ami vállalható, mert hiszen tényleg azt látjuk, hogy talán nem nagyon van máshol, és hogy tényleg tetszik az embereknek és szeretik, csak hát bizonyos keretek között azért mindenképpen meg kell maradni. Akkor tehát legyen a cél az, hogy megmentsük. Jövőre ennek a tanulsága majd ki fog derülni. A látogatottságok, mert ennek a rendezvénye a látogatók összetételét illetően mit jelent, hogy dunaföldvariak jönnek ide, vagy már híre ment, és máshonnan is érkeznek? Igen, ez ebben az érdekes, hogy már híre ment, és most is voltak vidékről is, a rossz idő ellenére is. Tehát láttunk, hallottunk olyanokat, beszéltünk olyanokkal, akik direkt jöttek vidékről. Egyrészt azért, hogy a bor, tehát voltak olyan borlovagrendek, akik nem a meghívottak között voltak, de olvasták és jöttek és bort kóstolni, és jöttek olyanok, akik csak szimplán hallottak a rendezőnről és tudnak róla, és tényleg jönnek vidékről is. És mondom, tavaly, amikor szép idő volt, akkor egészen káprázatos volt a közönség létszámában is, most nyilván a rossz idő miatt egy picit kevesebb, de népszerű, kedvelik, szeretik, és mindenképpen szeretnék is megtartani, hát mondom, ezekkel a dolgokkal, amikről beszéltünk. Elhangzott az, hogy a rendezvény minden eleme megszervezésre került, tehát nem maradt el az eső miatt. A létszám azonban hogyan fogyatkozott, mikorra mentek el az emberek, kitartóak voltak? Kicsit később is jöttek ki, mint ahogy általában lenni szokott, tehát úgy láttam, hogy azért kivárásra játszott mindenki. Tehát
összességében se voltak olyan sokan, és aztán, de aki viszont ott volt, az nekem úgy tűnt, hogy maradt. Tehát megint csak azt kell mondjam, hogy a fő attrakcióra, a liba futtatásra, a esernyők alatt, sátor alá bebújva, ereszek alá azért maradtak szép számmal. Nyilván nem annyi, mint hogyha jó idő lett volna. A költségvetésre pillantunk, ez egy olcsó rendezvény? Igen, ez egy olcsó rendezvény, és ez a kimondott célja is, hogy ezt semmiképpen sem akarjuk sem anyagilag, sem másmilyen formában felduzzasztani, mert egyrészt a helyszín nem is nagyon bírná el, meg valahogy ez így kedves, így barátságos. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az egy zenekar, amit minden évben próbálunk olyat hívni, ami oda illik, tehát a muzsika, ami ott szól, gyakorlatilag az kerül külön költségbe, meg a játszóháznak van némi kis költsége, tehát egy nagyon elfogadható költségvetésű rendezvény. A szervezők most megpihenhetnek, vagy következik most már lassan a többi karácsony közelettén rendezvény? Igen, hát ugye, ahogy az őszi barhangozóban is mondtam, ugye egyrészt beköltöztünk már a házba, és most már ott zajlanak gőzerővel a programjaink, a régi sorozataink, népszerű tudomány, a színházi előadások, koncertek, tehát minden, ami ilyenkor lenni szokott, és hát készülünk az adventre, úgyhogy most már a célegyenesbe fordultunk annál is, úgyhogy mind a négy adventi vasárnap várjuk a kedves közönséget a Dunaföldvári várba. Ison Zófront egykor és ma címmel rendezik a Népszerű Tudomány következő előadását. A Népszerű Tudomány előadásorozat következő vendége dr. Négyesi Lajos hadtörténész, aki nem ismeretlen a dunaföldvári közönség előtt. Így van, több alkalommal járt már Dunaföldváron, beszélt a honfoglalásról, beszélt a Mohácsi csatáról, és erre az alkalomra pedig az első világháború nevezetes frontjáról, az Isonzó frontról kértem föl, hogy tartson előadást. Ez az ötlet onnét indult, hogy jött egy megkeresés, hogy nem szervezne a művelődési központ egy buszos kirándulást az első világháború erre az emlékezetes frontjára, és ez összeért Négyesi Lajosnak a mohácsi zarándoklatával, hiszen talán a dunaföldváriak jól tudják, hogy egy pár éve elindult egy kezdeményezés a Mohácsi csata augusztusi évfordulójára indul egy biciklis lovas zarándoklat, azzal a céllal, hogy fölhívják a figyelmet majd a Mohácsi csata 500. évfordulójára, ami ugye közeleg, és hát ennek a, hogy mondhatom azt, hogy frontembere Négyesi Lajos kezdeményezője, no, tehát ez a megkeresés és a mohácsi zarándoklat összeért, és akkor megszólítottam Lajost ebben a témában, és azt javasolta, hogy tartsunk egy előadást itt a Népszerű Tudomány keretében, és akkor talán kiderül, hogy lenne erre igény, vagy milyen mértékű. Nos, hát innét indult ez a történet, és hát az Isonzó front, ami az első világháború számunkra meghatározó frontvonala volt, 1915 és 17 között zajlottak itt a csaták, az olaszok indítottak támadást, hogy az Isonzó folyót átlépve, majd kettéváljanak is Karintia és Isztria irányában területeket szerezzenek, és hát váltakozó sikerrel zajlottak itt a csaták. Talán kevesen tudják, hogy 12 csatára került sor a két év alatt, ugyanis egy döntő ütközetet akartak ők megvívni, de erre nem került sor. A monarchia csapatai, ha fogalmazhatok úgy, fölvették a kesztyűt és állták a sarat ezen a nem mindennapi terepen, és aztán a vége az lett, hogy Caporettónál a monarchia és Németország csapatai áttörték ezt a frontot, és mintegy 100 kilométerre nyugatabbra tolták az olaszokat. Azért lényeges, mert nagyon sok magyar katona is érintett volt ezen a fronton, és dunaföldvári érdekeltsége is van, hiszen Hőgyi István, talán az idősebbek emlékeznek rá, a Duna utcában lakott, ő is részt vett ezekben a harcokban, és egy film is készült róla, illetve az első világháborús katonákról. Én is jártam Isonzónál címmel, Gulyás Gyula és Gulyás János filmjéről beszélünk, és hát elmesélte az ottani élményeit, tehát van kötődése Dunaföldvárnak is ilyen módon ehhez a történelmi helyszínhez.
2015-ben indult egy kezdeményezés, a Honvédelmi Minisztérium, a MÁV, a Centenáriumi Emlékbizottság, első világháborús Centenáriumi Emlékbizottság részéről, és még számos szervezet részéről, hogy indítsanak egy nosztalgia vonatot erre a területre, és állítsanak össze egy ötnapos programot, aminek a keretében az érdeklődők bejárhatják ezeket a nevezetes helyszíneket. És az a különlegessége ennek a nosztalgia vonatnak, hogy történészek, hagyományőrzők, tartalékos katonák bevonásával egy olyan programot állítanak össze, ahol nem csak a helyszíneket nézik meg, hanem a vonaton előadásokat hallhatnak, szakmai előadásokat, a hagyományőrzők részéről fegyverbemutatókat láthatnak az érdeklődők, és kulturális program is van. Volt rá példa, hogy a Sebő Együttes kísérte a muzsikájával végig ennek az egész nosztalgia vonatnak az útját, tehát egy nagyon nagyon jól szervezett és kompakt programról van szó. Nos, Négyesi Lajos is résztvevője volt már több alkalommal ennek az útnak, és arra kértem, hogy erről is meséljen nekünk, meséljen a tapasztalatairól. Hogyha valaki utána néz, akkor nagyon sok élménybeszámolót lehet találni az interneten ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy akinek az érdeklődése nyitott erre a témára, annak a számára ez egy nagyon érdekes és egy nagyon tartalmas előadás lehet. Tehát akit érdekel ez a program, ez a téma, az jöjjön el hozzánk november 26-án, kedden 18 órakor ide a Művelődési Központba, ahol dr. Négyesi Lajos hadtörténész, hadszintér kutató az Isonzó Front egykor és ma című előadását hallgathatja meg. Koncerttel ünnepli énekesi pályafutásának 10. évfordulóját Szávolovics Gabriella. Stúdiónk vendége Szávolovics Gabriella, nóta énekes. Nincs énekem semmi bajom. Ezzel a címmel szervezel egy 10 éves jubileumi koncertet, november 23-án 15 órakor Solton a Művelődési Házban. Gondolom ez 10 éves pályafutásod egyik fontos áramlása, ebben értékelése lesz. Miért éppen Solton rendezitek ezt a koncertet? Azért, mert Soltról indultam. 2009. november 21-én akkor volt egy amatőr országos nótaénekes verseny, és innen indultam el, úgy gondoltam, hogy ide is megyek vissza, tehát a 10 éves műsort itt szeretném megoldani. Meg hát úgy gondolom, hogy Dunaföldvárhoz tényleg nincs is messze. Tehát így a soltiaknak is, meg akkor a dunaföldváriaknak is lehetőségük lesz, hogy részt vegyenek ebben a műsorban. A 10 éves pályafutásod során országos népszerűségre tettél szert, hiszen számtalan rádió-televízió műsorban szerepeltél, koncertjeid száma szinte megszámálhatatlan. 10 év alatt a műfaj nagy klasszikusaival is felléptél. Kik azok a jelentős előadók, művészek, akikkel öröm volt színpadra lépni, akikre büszke vagy és tanultál tőlük? Hát igen, elsősorban Tarnai Kis Lászlót szeretném megemlíteni, hiszen azt, hogy én elindultam ebben, ezt neki köszönhetem. Akkor ő volt a zsűri elnök 10 évvel ezelőtt itt Solton, és akkor felajánlotta a segítségét, hogy foglalkozna szívesen velem, és ha úgy gondolom, akkor énekórára járhatnék is hozzá. Hát akkor még én tényleg nem gondoltam, hogy ebből egy ilyen 10 éves múltra tudunk majd visszatekinteni. Tehát őre feltétlenül nagyon büszke vagyok, és nagyon sokat köszönhetek neki. De hát vannak itt még nevek, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Az egyik Fátyol Tivadar, ő a Nóta TV-nek volt a programigazgatója. Ő nagyon, nagyon, nagyon nagy művész volt. Ő mindig csak annyit mondott nekem, hogy ebbe énekeld, Gágabit énekelj. Tehát nagyon szépen terelt abba az irányba, amit a Tarnai Kis Lászlóval ki tudtunk egészíteni. Azóta már Szóka Júlia 3 éve az énektechnika tanárom, de nagyon sokat köszönhetek a többi nagy névnek is, tehát Bangó Margitnak, Hatvani Kis Gyöngyinek, akikkel
megadatott, hogy hála jó Istennek egy színpadon legyek, és mindenképpen Madarász Kati nénit is szeretném megemlíteni. Meg hát a zenekarok, ugye, tehát nagyon-nagyon fontos. Akkor annak idején Olá Kálmán volt a prímás 10 évvel ezelőtt itt Solton. Az unokák akkor 13 évesek voltak. Ők voltak itt most a Szüreti Fesztiválon is, és ők lesznek Solton is a zenekarom. Sajnos a nagypapa már nem él, de a kicsik hát nagyon nagy művészek, nagyon, nagyon ügyesek, én nagyon sokat is dolgozom velük, és hát mindenképpen szeretném megemlíteni Puka Károlyt, aki nagyon sokat ott volt az életemben, nagyon sokan ismerik itt Dunaföldváron is, hiszen nagyon sokszor volt ő a zenekar vezetője. Vele egyébként nagyon jó baráti viszonyt is ápolok, de hát mondhatnám Szalai Antalt és zenekarát. Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a Száztagú Cigány Zenekar kamarazenekarával is sikerült már énekelni. Tordai Zoliék, akik már a dalban is szerepeltek, tehát vannak itt nagyon nagy művészek, és nagyon nagy öröm ez nekem, hogy velük lehetek egy színpadon. A 10 év során nagyon sokszor felléptél szülővárosodban, Dunaföldváron, sőt ez idő alatt városunk kulturális életét is fellendítetted, hiszen voltak itt rádiófelvételek, amik rólad készültek, a fellépésedről készültek, jótékonysági koncertet is tartottál. Úgy tűnik, szinte kötelességednek érzed, hogy Dunaföldvárért is tegyél valamit. Abszolút, tehát nekem mindig egy kérésem van, amikor én egy műsorba megyek, hogy mondják be azt, hogy Dunaföldvár. Mindegy, hogy mit mondanak, nem kell semmi mást mondani. Azt, hogy bemondják, hogy Dunaföldvár, az nekem nagyon fontos. És ez, hogy a Dankó Rádió vezetőivel, műsorvezetőivel, szerkesztőivel nagyon jó kapcsolatban vagyok. Ez pedig arra ösztönzött, hogy ugye lehoztunk ide élőkívánság műsort, ami a várban volt, hoztam le reggeli műsort, ami a hajón volt, a Solti Szüreti Fesztiválra szintén élőkívánság műsor. Tehát ezeket mind én szerveztem, és nagyon nagy örömmel, mert az emberek is nagyon szeretik ezt, hogy ott vannak, kötetlenül kérhetnek, énekelhetnek, tehát ez nem csak arról szólt, hogy mi most akkor én énekelek, vagy én szerepelek, ez arról szólt, hogyha van egy dalárda, mondjuk Solton az éneket, itt is, amikor a nyugdíjasok, amikor itt volt a reggeli műsor, akkor a nyugdíjasok is énekelhettek, tehát ez tulajdonképpen úgy gondolom, hogy egy nagyon jó közösség összetartó program, és ez természetesen a továbbiakban is, én ezt kötelességemnek érzem, hogy amikor erre lehetőség van, ezt Dunaföldváron megoldjuk. Az a mondás járja, hogy valakinek a hobbija, az a pályája, amin kibontakozik, részben családi gyökerekből is fakad. Honnan a dalszeretet családodban? Esetleg voltak alkalmak korábban, amikor egy-egy disznótól névnap után dalra fakadt a család? Nálunk nagyon sok buli volt. Tehát, hála Istennek, még amikor a nagyszüleimnél laktunk, én megéltem azt, hála Istennek, hogy 8 éves koromig a nagyszülőkkel laktam. Ott minden évben legalább egyszer karácsonykor ott élő cigányzenekar volt 3-4 taggal, akkor ugye még itt Dunaföldváron működött a cigányzenekar, és ott addig húzták a nagypapa nótáját a kapuban, amíg nem nyitotta ki, és nem invitálta be őket, az mindig buliba fulladt. De egyébként a szüleim, apukám és anyukám is nagyon komoly társasági életet éltek, nagyon nagy baráti körrel. Ezek mindig nótázással fejeződtek be. Mindenféle hangszer nélkül, csak mindenkinek a nótáját elmondták. Ott nagyon-nagyon sok ragadt rám, hogy így mondjam. Nagyon-nagyon sok megmaradt nekem, tehát én a mai napig emlékszem, hogy kiknek mi a nótája, és ez nagyon-nagyon jó gyerekkori emlékem. Személyes élmény, nagyon régóta ismerjük egymást. Gyakran szórakoztunk együtt, és a rockzene, a könnyűzene területén, a dalszövegek, a dalok terén nagyon otthon voltál. Ez azt jelenti, hogy nyitott vagy más műfaj iránt is, hiszen tapasztaljuk, hogy fellépéseid során itt kacsingat a könnyűzene, a slágerzene irányába is. Igen, szoktam szélesíteni a műsort.
tánczenével is. Régi slágereket énekelek, mint Zalatnai Kovács Kati, Cserháti, meg amik ugye örökzöldek, amik közel állnak a lelkemhez, de új dallal is készülök. Több zeneszerző szövegíró megkeresett már. Most például majd ezen a jubileum műsoron el fog hangzani egy olyan táncdal is, könnyű zenei a műfajból, amit először fogok énekelni. Végül hol lehet a jegyéthez hozzájutni, illetve ismételjük meg a koncert pontos időpontját, helyszínét? Igen. Tehát a november 23-a 15 óra Solt a művelődési központban. Jegyeket vásárolni lehet Solton, a művelődési házban, lehet Dunaföldváron, a Földvár Travelnál, a Jokai utcában, és természetesen nálam is. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szeretettel várom a dunaföldvári közönséget, hiszen azt még annyit hadd mondjak el, hogy engem mindig a közönség vitt. Én közönségdíjjal nyertem, én közönségdíjjal jutottam a Nóta Sztárba, és én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy a közönséggel eljutottam arra, hogy 10 éve most már ezt a műfajt én ápolhatom, és vihetem tovább a magyar kultúrát. Újraindul a Láthatatlan Kötelék című előadás sorozat a Művelődési Központban. Az elmúlt évben Láthatatlan Kötelék címmel előadás sorozat szerveződött a Dunaföldvári Művelődési Házban. Viszonylag jó volt a vízhangja, sok résztvevővel zajlott. Idén ugyanez folytatódik, Favkán és Simon Ildikóval beszélgetünk a folytatásról. Ildikó, térjünk ki arra, hogy hogy született a tavalyi ötlet, illetve mi volt a véleményed az elmúlt év programjairól? A Pécsi Egyházmegye családreferatúrája keresett meg minket, hogy szívesen szerveznének egy előadás sorozatot, együttműködve a Dunaföldvári plébániával, illetve a művelődési központtal, és mi úgy gondoltuk, hogy ez egy jó kezdeményezés, és szívesen csatlakoznánk hozzá. A tavalyi évben elsősorban a család, illetve a hivatás volt a téma. Örökbefogadásról volt szó, a családfa kutatásról, illetve volt egy papi pályának a beindulása. Tehát ezek voltak a témák, és az utolsó előadóként hívtuk meg az Árpádházi Szent Margitról nevezett domonkos nővéreket. Hozzájuk pedig úgy jutottunk, hogy a nyáron a történelem tábor, tehát az előző nyáron a történelem tábor keretében foglalkoztunk Árpádházi királylány révén Árpádházi Szent Margitta, és akkor fogalmazott meg a gondolat, hogy fú, milyen érdekes lenne a gyerekeknek, hogyha meghívnánk apácákat ebbe a táborba, akik nagyon pozitívan reagáltak a megkeresésünkre, csak az időpont nem volt nekik jó, és akkor azt mondták, vagy abban állapodtunk meg, hogy egy későbbi időpontban nagyon szívesen eljönnek hozzánk. És akkor így ért össze ez a két történet, és kerestük meg őket újból, és akkor örömmel elfogadták ezt a meghívást, és 3 nővér jött a domonkosok közül, és én azt gondolom, hogy egy nagyon emlékezetes, nagyon jó hangulatú estet töltöttünk együtt a nővérekkel, és akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy mi lenne, hogyha ezt továbbfejlesztenénk a következő évben, amennyiben lesz erre lehetőség, és olyan szerzetes rendeket hívnánk meg ebbe az előadássorozatba, akik valamikor itt Dunaföldváron tevékenykedtek. És hát utána nézve ennek kiderült, hogy ezek az irgalmas nővérek, a bencések és a ferencesek, illetve hát az ortodox egyház is működött itt nálunk, hát nyilván nem mint felekezet, hanem mint egyház, és hát őket is majd szeretnénk meghívni, meginvitálni ebbe a sorozatba. Nos, és hát az első megszólítottak az irgalmas nővérek, nekik a Templom utca 32-ben működött az iskolájuk, és hát ott tevékenykedtek, és hát a dunaföldváriak még az idősebbek közül emlékezhetnek rá, vagy legalábbis úgy, hogy szülők, nagyszülők meséltek róluk. Nálunk a családban mindig úgy emlegették őket, hogy a kedves nővérek, és hát voltak dunaföldvári nővérek is közöttük, akik közül néhányan itt is vannak eltemetve Dunaföldváron. Így például Nagy Magdolna nevezetű nővér, és talán az én korosztályom is emlékszik Györkő Laci bácsi testvérére, Györkő Aranka nénire, aki szintén ilyen irgalmas rendi nővérként működött addig, amíg az államosítás és a rendek feloszlatása meg nem akadályozta a további tevékenységét, de aztán ő a plébánián dolgozott, meg a templomban mint sekrestyés és tevékenykedett. Tehát én még például rá nagyon jól emlékszem. No és akkor, hogy kik is ezek az irgalmas nővérek.
egészen pontosan úgy hangzik az ő nevük, hogy szeretett leányai Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek társulata. Hát ez egy elég cirkamányos dolog, és megtalálni sem olyan könnyű őket, ugyanis nekik két águk van, vannak ők, a szeretett leányai, és van egy szatmári nővérek, és bevallom töredelmesen itt a keresés során először a szatmári nővéreket szólítottam meg, elmondtam, hogy mi járatban vagyok, mikor a nővér fölvilágosított, hogy ne haragudjak, de nekik nem volt közük Dunaföldvárhoz, én pedig bizonygattam, hogy már pedig valami közük csak volt, és akkor kiderült, hogy ez a másik ág. De hogy honnan is indultak ők, ez a Szent Vince, akiről a rendet elnevezték, 1581-ben született Franciaországban, egy szegény földműves családban, és az édesapja hát tanítatni szerette volna, és a ferencesekhez küldte őt tanulni Toulouse-ba, de az útja során, tehát itt tengeren is kellett közlekedni, kalózok támadták meg a hajóját, és őt eladták rabszolgának. És a gazdája, akihez került, nagyon jó kapcsolatba kerültek ők egymással, és aztán föl is szabadította, és Szent Vince, hát akkor még nem volt Szent, Vince úgy döntött pár év vívódás után, hogy ő az életét a szegények gyámolítására és az ő velük való foglalkozásra fogja áldozni, aminek volt is alapja, hiszen 1618 és 48 között zajlott a 30 éves háború, ami rendkívül sok áldozattal, szenvedéssel, nyomorral járt az európai lakosság számára, és Franciaországban is nagyon-nagyon megemelkedett az elhagyott és árva gyerekeknek a száma, akik az utcákon tengődtek, és Vince úgy érezte, hogy neki ezekkel a gyerekekkel kell foglalkozni, és ilyen előkelő családokat szólított meg, és próbált rábírni arra, hogy legyen életcéljuk az, hogy valamilyen alapítványt tesznek, és ennek az alapítványnak a keretében jótékonykodnak. És így jött létre ez a társulat, ami kezdetben még csak társulat volt, aztán később szerveződött rendé, de az volt a Vincének a kívánsága, vagy a vezér elve, hogy ezek a nővérek, vagy ezek az emberek, akik ehhez csatlakoznak, ne a klasszikus szerzetesi regula szerint működjenek, ugye akik az világtól elvonultan egy kolostorban, rácsok mögött élnek, dolgoznak, hanem ők legyenek a társadalom része is. Ezt úgy fogalmazta meg, szeretném idézni, hogy az irgalmas nővéreknek a betegek háza lesz a kolostoruk, cellájuk valamely bérelt szoba, kápolnájuk a plébánia temploma, keresztfolyosójuk a város utcái, klauzúrájuk az engedelmesség, rácsuk az istenfélelem, fájtluk a szent szerénység. És volt egy előkelő hölgy, aki őt ebben támogatta, ez a Marilac Louise, nálunk csak Szent Louise-ként emlegetik, aki 12 év házasság után megözvegyült, és utána az életét ennek az ügynek szentelte, és hát olyan előkelő hölgyek léptek be ebbe a társaságba, társulatba, akik ezt tekintették fő feladatuknak, és hát nagyon-nagyon pozitív tevékenységet végeztek, ezeket a gyerekeket nevelték, tehát iskolázták őket, és hát emellett természetesen a betegápolás volt a fő feladatuk. Magyarországon a 19. században kaptak engedélyt egy önálló tartomány létrehozására, és ahogy említettem, két águk alakult ki, ez az, a szeretett leányai és a szatmári nővérek, és hát ők is nagyon sok óvodát, iskolát működtettek, illetve a betegápolásban jeleskedtek. A II. Világháború alatt is a rendházaik szinte kivétel nélkül szükségkórházakká alakultak, és a nővérek ott ilyen ápolói tevékenységet végeztek. És a 1946-ban a háború után Rajk László döntése értelmében megszüntették az ifjúsági és felnőtt vallás és polgári egyesületek működését, aztán feloszlatták a rendeket, és az 50-es években júniusban megkezdődött a papok és szerzetesek internálása. Innentől számítjuk a szétszóratásnak az éveit, amikor ők elérkezett ez az idő, akkor a szeretett leányai 91 intézményt 1470 nővérrel működtettek, a szatmári irgalmas nővérek pedig 70 intézményt 560 nővérrel. 91-ben kapták vissza az épületüket a mai Ménesi úton, és az volt a feltétele, hogy egy intézményt fogadjanak be, ez lett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkara, ami 94-ben
2021-ben Pilis Csabán megkapta az új épületet, és azóta átvették, tehát az egész épület a nővéreké. Nos, erről, a tevékenységükről, a dunaföldvári éveikről fog nekünk mesélni Kornélia nővér november 27-én 18 órától a művelődési központban, ami egyben az ő legnagyobb ünnepük, a Csodás Érmű Szűzanya ünnepe, de hogy mi is ez pontosan, erről majd Kornélia nővér fog bővebben mesélni 27-én 18 órakor. Végéhez közeledik az őszi labdarúgó szezon. Játszotta utolsó bajnoki mérkőzését megyei első osztályú csapatunk, a DFC. Majos volt az ellenfelünk, nekik nagyon nagy a tét, hiszen az első helyért küzdenek, második helyen álltak, eddig úgy tűnik első. Ennek megfelelően nagy létszámú vendégszurkoló érkezett a mérkőzésre, és sajnálatos módon ugye nem hazai siker született, 5-2 lett a végeredmény. Gyuri, milyen taktikával küldted pályára a csapatot, és hogy alakult a mérkőzésen ez a taktika? Milyen taktikával nyerjük meg a meccset? De komolyra fordítva a szót, azt gondoltuk, hogy az utolsó meccsen megpróbálunk egy jó eredményt elérni a jelenlegi listavezető, vagy éppen a másik, teljesen mindegy élmezőnyre szartozó csapat ellen. Amit megbeszéltünk, azt igazából nem tudtuk megvalósítani. Az első fél időben megfojtottuk, mindjárt az elején kaptunk egy gólt, 2-1 volt aztán ide, utána 3-2 mentünk be, benne az öltözőre átrendeztük a fejeket, a sorokat, megbeszéltük, mit kéne tenni a másik fél időben. Nem sikerült. Úgy gondolom, hogy gyengén futballoztunk, tehát ez az ellenfél most rúgott 5 gólt. Aki látta a meccset, azt gondolom egyetért velem, hogy bőrlegszínbe illő gólok voltak sajnos, amiket kaptunk. Viszont elő meg hagytunk ki olyanokat, ami többet ígért annál, mint hogy esetleg kihagyott zicser, vagy még az se lett belőle. Sajnálom, mert tényleg azt gondolom, hogy ebbe a bajnokságban most azt nézem, elhullajtottunk kb. 15, de lehet, hogy több pontot ilyen mérkőzéseken, ahol legalább egy X vagy egy győzelem is benne volt, és nem tudtunk élni ezekkel a lehetőségekkel, aztán a végén egy akármilyen gól kikaptunk, mint például a múlt héten beállt a széken, ahol úgy tudtunk kijelni, hogy két ifistával meg egy sérülte voltunk 11-en, mégis 3-2-re kaptunk csak ki, és ott is voltak megkockáztatom győzelmi esélyeink, reményeink is, nem tudtunk vele élni. Hát egyszerűen ez az egész őszerről szólt, hogy tulajdonképpen mindenkivel partnerek voltunk, pariba voltunk, felvettük a versenyt a jobb csapatok ellen is, de nem így jöttünk ki győztesen belőle. Említetted, hogy ez az év a csapatépítés időszaka lesz, hát van még egy jó fél évünk, egy második forduló, amikor ez folytatódhat, meg a téli alapozás. Hát egy kis mérleget vonjunk gyorsan az őszről. Számításaink szerint ugye kb. 9. helyen végez a csapat. Mik a statisztikáink győzelem, döntetlen, vereség arányában? Hát most ugye, ha jól tudom, akkor egy X-ünk van, 2 győzelmünk, a többi mérkőzésen veszítést elvesztettük. A statisztika, amit az előbb is mondtam, nem hazudik, általában azt mondják, de ahogy visszapörgetjük a szemünk előtt a mérkőzéseket, meg amilyen eredményeket elértünk, amilyen mérkőzéseken játszottunk, ugye csalóka is lehet a statisztika. De ugye a volna, meg ezek nem játszanak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most jelen pillanatban nem véletlenül vagyunk ezen a helyen, tehát nem kell szépíteni. A jövő tekintve pedig annyit szeretnénk elérni, hogy mindenféleképpen kell hoznunk, vagy találnunk, akár itt a városba, faluba, vagy itt a környéken olyan játékosokat, akik ugye be tudnak ide illeszkedni hozzánk, tehát járnak edzésre, van kedvük futballozni, mert azért az, hogy kevesen vagyunk, az sokszor rányomta a bélyegét. Hát valóban a keretet bővíteni kellene mindenképpen egyrészt tehetséges fiatalokkal az utánpótlásból. Vannak olyanok, akik esetleg tavasztól bevonhatók a felnőtt csapatba? Igen, vannak itt, tehát a helyi utánpótlásban is van néhány olyan játékos, akit esetleg majd megnézünk a tavasszal, de van néhány olyan játékos, akivel már felvettük a kapcsolatot, ilyen fiatalok, ugye, hogy illeszkedjen a csapatba. Aztán, hát reményeink szerint egy 3-4 játékosra tudunk erősíteni, hogy igen, vagy nem, az nyilván jövő zenéje, de mi szeretnénk. Említettük, hogy az utolsó mérkőzés, gondolom rövid szünet következik, pihenés a játékosoknak. Mikorra tervezitek a téli felkészülést? Hát most úgy beszéltem meg a csapattal, hogy a hátralévő 3 hétben lennének edzések ugyanúgy, mert ezek a fiatal gyerekek most abba hagyják, 2-3 hónapig nem csinálnak semmit, nem sok értelmét látom. Meccs ugyan nem lesz, de nevezünk teremtornákra, edzünk, mozgunk, játszunk, mozgás maradunk, és hát úgy gondolom, hogy ha van bennük annyi, akkor ők még külön majd el kell járjanak, mert azért kondicionálisan, mint fiataloknak van elmaradásuk,
és hát a januári, illetve a téli, mi az a tavaszi szezonra a felkészülés az január közepén fog valamikor kezdődni. Most pontos dátumot nem tudok, minden egyeztetünk a minden vezetőkkel, minden játékosokkal, hiszen mondhatok én bármilyen dátumot, hogyha ezért vagy azért nem tudjuk akár a pályát használni, akár a játékosok nem tudnak jönni, de minden esetre egy jó felkészülésben néhány jó játékos érkezésére bízok, meg abba bízok, hogy akkor a tavasz az ezekhez képest, amit itt mutattunk, az nem csak pontokban, hanem mutatott játékban is, tehát javulás következik be. Említetted, hogy mindenképpen szükséges az erősítés, néhány rutinos, ne talán idősebb játékost kellene igazolnunk. Vannak kapcsolataid a környékbeli foci életben, gondolom a szakvezetés azért nagyban fog hallgatni a te szabadra, a te ajánlásaidra. Hát ezt nem tudom, ezt meg kell kérdezni a főnököket, hogy hogy gondolják. Ugye nyilvánvalóan van egy koncepció, amit én elfogadtam a nyáron, amikor idejöttem, meg is beszéltük, hogy ez mellett tesszük le a voksunkat, tehát fiatal játékosokkal játszunk. Mivel nem lehet kiesni ebbe az osztályba, nem kell izgulni, hogy most akkor bemaradunk, nem maradunk. Tehát a fiatalok beépítése, illetve fiatalok által alkotott csapat építése kezdődjön el, ez elindult. Most látjuk azt, hogy ki az, akire lehet számítani, ki az, akik esetleg nem ütik meg a szintet most még, de később még azért lehet rájuk majd számítani, de az biztos, hogy elengedhetetlen hozzunk játékosokat. Két dologért tudunk hozni játékost, azik azért szeret focizni fiatal és van kedve más, vagy esetleg nem kell, itt kap játék lehetőséget, vagy pedig ugye pénzért hozunk játékost. Ez nem az én asztalom, nyilván én abból főzök, ami van. Én is szeretnék itt szenzációs játékosokkal dolgozni, és akkor mi megvennénk a majost, de ebbe is van szerintem kihívás, hogy fiatalokat építve. Remélem, hogy ez a tavaszi szezon megmutatja, hogy majd jó úton járunk, és akkor jövőre ki tudja, hogy alakul, jövőre lehet egy jó bajnoki szezont elkezdeni, meg zárni, és akkor meglátjuk, hogy hova jutottunk.